Megérkeztünk Firatira. Eddig egy kis főutcát találtunk, ahol van egy pár étterem, és teljesen tele van az összes. Úgyhogy jó sokan vannak, jó sok turista, gondolom. Nézzetek itt mögöttem, látjátok, hogy milyen sokan vannak. És most keresünk egy fékséget, ahol leszünk valami finom helyi féksütit, és megyünk felfedezni a kis falucskát. Kilátás innen föntről. Nem sokára felírunk a falu tetejére, és reméljük, hogy lesz még szebb kilátás a hegyekre. De bármerre néz az ember, minden gyönyörű. Ott van egy kis kék templomtető, és a hegyek. És most menjünk lefele. Egy helyi bácsika mondott egy jó kis ötletet, hogy merre menjünk. Krisztina megértette, úgyhogy megyünk arra fele. Oda nézz. Itt vannak a kis szőlők, ott vannak a kék tetejű templomok. Igen, igen, azt már mutatom, nagyon szépek. A vén kujon? He was cute. Naughty. Old naughty, yeah. Ott megy a két hölgyike. Megyünk lefele. Végül is a bácsi nem mutatott semmit, csak azt mutatta Krisztinának, hogy a Ruby milyen gyönyörű, és meg is fogta a kezét, szóval tetszett neki. Úgyhogy most azért emelhetjátok, mert a fejbe vágtam. Nézzétek ennek a háznak a kilátását. Itt van a teraszuk. Itt a szőlő. Itt a szőlősük. És itt a kilátása. A hegyekre. A fehér városra, mint Minas Tirith. Igen. Ez egy jó kilátás. Igen. Nagyon. Szia, kicsit. Hogy tetszik? Hát gyönyörű, szép. Nagyon nyugis. Mindig van egy kis visszaelő. Ugye a hegyekben van. Gránátalma fa, friss, és üde, isteni, óriási, hatalmas, giant. Krisztinától most tudtuk meg, hogy ez a kereszt, ami ilyen láng
füstből van a kapura rakva. Ezt húsvétkor csinálják a görög ortodox vallás alapján. Ugye húsvétkor, amikor Jézus feltámad, akkor Jeruzsálemből való gyertyákkal a templomból hazajöve egy ilyen keresztet vetnek a házra, hogy szerencsét hozzon a következő évben. Még mindig megyünk fölfele különböző utcákon, és gyönyörű minden. Nézzétek meg! Kiakadtunk ennél a gyönyörű szép kis templomnál. Igazából csak úgy mászkálunk össze-vissza a kis lépcsős utcákon, és gyönyörű szép. És nagyon örülünk, hogy itt lehetünk, mert tényleg ilyet még nem láttunk. Szerintem ez idáig az egyik leggörögebb élményünk ebben a kis faluban, ebben a hegyi faluban. Még úgy is, hogy nincsen tenger körülöttünk. Egyszerűen lélegzetelállító, hogy milyen kilátásunk van itt. Eladóház, ha valakit érdekel. Visszatértünk a főutca. Hát ez nem is egy főutca, ez egy ilyen sarok, ahol van a központ, itt van összesen szerintem 4 étterem. Meg nagyon szépek, szépek a növények fölötte, jó kis kaják vannak, most nem eszünk semmit, mert mi nem vagyok ilyesek, de beültünk egy úzóra. Itt a érdekesség, hogy itt az úzót általában nem fél decisével adják, hanem 2,5 decisével. Úgyhogy úgy vannak az árak, körülbelül itt 2,5 deci úzó olyan 6 euró között van.